Hello, Rusziátok, szíriuszaik! Ez pedig nem más, mint a pénteki uh, stream, amiben minecraftozni fogunk. Péntek délelőtti, hogy nagyon pontosak legyünk. Uh, amiben minecraftozni fogunk, és ebben a minecraftban pedig uh, be fogjuk fejezni, meg fogjuk próbálni befejezni a creeper farmot. A tegnapi a folyamán azt mondtam, hogy három lépés van hátra, de ez nem igaz, igazából nem három van hátra. Hanem... Uh, nem. Shit! árontottam, Szóval tegnap azt mondtam, hogy kettő lépés van hátra, de igazából három. Mindegy. Jó, kezdjünk is neki. Mert hogy egyébként amúgy nem lesz idő. Öm... szóval, hogy egyébként nem lesz, egyébként sajnos nem lesz időnk befejezni, hogyha nem, nem szedjük a kis virgácsainkat, és dolgozunk, Dolgozzunk rajta megfelelően, mint a gépsas. Mindenkinek kellemes, kellemes péntek délelőttöt, kellemes péntek reggelt és előre is jó hétvégét, mert nem sokára hétvége. Szóval ezen dolgozunk éppen. Um, Elméletileg ez csak és kizárólag creepereket fog termelni, abban az esetben nyilván, ha sikerül befejeznünk. Abban az esetben, ha nem sikerül befejeznünk, akkor ez az egész teljesen máshogy fog kinézni. Vagy akkor is csak creepereket fog termelni, csak később. A nem a magkalás benne van a, a lépésekben? Nincs. Nincs ezzel, nem számoltam. Szerintem nincs jó helyen az asztalom. De közben olyan jól néz ki. Hm. De akár lehetne is így. De mindegy, most kipróbáljuk így. Mert mint hogy, hogy így lejjebb van a... Oh, kivétel ez a sarok. Egy picit felemelem, hogy eltűnjön ez a sarok. Eltűnt a sarok. Just perfect. Imádom, mennyire reggeli hangja van még Viktornak. Az a helyzet, srácok, hogy ezen a héten gyakorlatilag tragikus ahogy sikerül az ébredés. Tehát, hogy tragikus. Tehát, hogy... Szóval, hogy nem vagyok nagyon kipihent, ezt akartam. Ezt akartam, ezt akartam ezzel mondani, hogy... Hogy nagyon-nagyon hogy sokáig az volt a... Vagy nem nagyon sokáig, de hogy... Szóval, hogy egy ideig az volt így az érzés, hogy Uuuh, wow, oké, két harminc, kipattanok az ágyból, bepakolom a mosogatógépet, mit tudom én. Most meg ilyen uh, csöreg az óra... Uh, 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 Leütöm valahogy, megpróbálom azelőtt, hogy a gyerek felébredne, um, ami ma például nem is sikerült, bár egyébként lehet, hogy már korábban is ébren volt a gyerek, szóval azt így nem tudjátok bizonyítani, hogy arra kellett volna. Um, és aztán így nagyjárt így, így kirángatom magamért ezeket, amikor így kivonszoljátok magatokat a konyháig, ránéztek így a mosogatógépre, így áh, de azért csak bepakoljátok, mert nyilvánvalóan azért csak be kéne pakolni. Um, tragikus, tragikus egyébként. Ha fogyasztanék kávét, ilyenkor fogyasztanék kávét, de nem fogyasztok kávét, és egyébként ez nekem egy okés Tehát nem erről van szó, de hogy akkor is. Gondolj bele, ha mosogatnod kellene. Az annyi fóna, hogy megpróbáltál szuper edgyi lenni, de nem sikerült, vagy hát sikerült, mert mosogatnom kell, mert a mosogató nem mosogat. Szóval. Szóval ja! Tehát hogy az van, hogy a mosogatógépbe való bepakolás az azt jelenti, hogy el kell mosogatni mindent, ami egy picit is nehezebbnek tűnik. Annál, hogy, annál, hogy ránézzen a mosogatógép és így azt mondja, hogy ó, oh, hát ez easy peasy. Még mindig? Még mindig. Nem, még nem rendeltünk újat. Megtaláltuk a megoldást egyébként, szóval ilyen tekintetben igazad van. És akkor ráadásul egyébként ezt újra és újra elfelejtem. És ilyenkor. Uh, ilyenkor ott vagyok abban a pólóban, amit a speciálisan már a streamre veszek föl, mert uh, lehet, hogy ez nem látszik, de ezek egyébként a. szép pólóim. Uh, szóval, felveszem speciálisan a streamre a pólót, és aztán így. Aztán így elkezdek mosogatni, így lefecskelem magamat vízzel, és így állok, hogy jó, végül is mindegy de nagyon időben kezdett Viktor, úgy de időben kezdtem. Az van Viki, hogy nagyon sok mindent találtunk ki már, találtam ki már, hogy én vagyok egyedül a felelős a tetteimért. Szóval, hogy találtam ki már, és nem vagyok benne biztos, hogy a limitált időintervallumban ez megfelelően kivitelezhető abban az esetben, ha nem vagyok lézerfókuszd. Úgyhogy, úgyhogy ez történik éppen, ilyen vagyok, amikor amikor fókuszált vagyok, mint a lézer. Ha esetleg valaki ezt nem tudta volna elképzelni. Ez az, amikor magyaráztat, hogy a mosogatógép melyik oldalon mosogat normálisan. Ja, not anymore. Ez, ez történik. Hogy most már csak a felét használjuk, és a felét is csak... Mindegy. Fáj erről beszélni, úgyhogy inkább hagyjuk is. Szóval, ott tartottunk, hogy Trapdoor, trapdoor, trapdoor És most ezt fogjuk csinálni, oh wow Nem ebből akartam csinálni De hogy abból, amelyikből meg akartam Abból meg nincs meg fölmennyiségű fa Szóval most már ebből akarom csinálni Bár kicsit para lesz, elfogy Mert ezt meg nagyon-nagyon nehéz euh, Pótolni Mert mint ezt a típusú fát Mert nincs a közelben Viszont így úgy fog kinézni, mint egy hatalmas tábla csokoládé amivel alapvetően egyébként nekem nincsen úgy nagyon őszintén problémám. De hogy ettől függetlenül úgy néz ki, mint egy nagy tábla csokoládé. Ez olyan, mint a, a mikrom. Három éve folyton leveri a biztosítékot. De hát na, visszanyomom. Igen. Ú, képzeljétek ám, holnap jönnek elektromos áramriléti dolgokat csinálni a házban. Egyébként ha elkezdik szerelni fel a napelemeket. Uh, amit uh, szóval, ami egyébként nagyon királyú hangzik, mert ugye szóval ilyen ilyen hangzik meg, hogy ugye majd mennyit fogunk tudni spórolni, szóval az van, hogy uh, egyébként a napelemeket azért szereljük fel, hogy a tulaj medencének el az áramigényét. Ami <laughs> így kimondva nyilván nagyon vicces, egyébként meg teljesen oké, mert nekünk nem fog sehova menni tőle az áramszámlánk. De hogy, szóval, hogy ez egy ilyen ö, Saját befektetése a tulajnak, csak a, a mi házunk az, ami A mi házunk az, ami hoztolja a, a helyet, ami az ő háza Tehát hogy értitek? Tehát, hogy igazából a saját házának a tetejére Á, én itt, csak itt akarok enni Nagyon szeretnék Szóval ö, Szóval, hogy most így jelenleg ez, ez fog történni, és akkor Felhívott a tulaj, hogy itthon vagyunk ez szombaton és így mondtuk, hogy hát, hogy itthon vagyunk szombaton, mert hogy a másik szomszédhoz jöttek volna szerelni, de ő róla kiderült, hogy mégse lesz itthon szombaton. És akkor így, uh, tehát csak így felteszem azt a kérdést, hogy uh, szóval ez akkor azt jelenti, hogy szombaton nem lesz áram? És így elgondolkozik a tulaj, ó, igen, ez azt jelenti, hogy szombaton nem lesz áram. És tudjátok, amikor így realizálja, uh, szüleim most rakadtak fel, és lesz elektromos autójuk is. Übermenő. Szerintem ez übermenő. Igen. Nem ezzel akartam. A, fenyő, a fenyőből készülő trapdoorokkal akartam. Ó, közeljétek el, megint dugol a fülem, pedig most voltam dokinál. Ami ö, sokkal agasztóbb, mint amilyen hangon mond. Mm. De már lekraftoltam a trebdórokat Ah, oh, God. Jöjj, nem annyira rossz. Ja, most nem tudom, hogy melyiket csinálják egyébként, Viki, hogy most, most szerelnek-e fel szerintem most csak, most csak a fázisokkal fognak szórakozni. Ideje vissza a Ja, úgyis régen találkoztunk egyébként. Tudom, hogy mikor volt, két hete, három. A szívem mélyén nagyon-nagyon szeretném nem ebből a trapdoorból csinálni. Na mindegy. Ne, 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 nem erre hogy nem. Erre nincs se idő, se lehetőség. Aj, de. Közben minél... Mert abból meg vágni kéne a fát. Van olyan fánk elrakva? Fogadjunk, hogy nincs olyan fánk. Szia, Niki! Szóval, hogy én meg ugye jeleztem a tulajnak, hogy nyilván ezerszer jobb, ha szombaton nincs áram, mint ha közben nincs áram. Tehát, hogyha, hogy, hogy nyilván, nyilván, by all means csinálja, nem, nincs is olyan fánk. Jó, akkor ilyenből csináljuk. Um... Öm... Megnyitottam már a premiért, üldözetekkel el podcastet vágni. A valaki, ó oh, nem, Vikinek van kardja. Akkor nem tudtok rávágni. Miért kellene a dorok, Hogy beverje a fejét a zombi, és csak a creeperek ne verjék be a fejüket. Szeretnénk, ha csak creeperek lennének. Sok sikert Viki, jó munkát! Jó podcast vágást! Képzeljétek el egyébként, ha már erről beszélünk, akkor Vikiék podcastja, Párnacsata podcast, az, ha jól tudom, és javíts ki Viki, ha már nem, ha még nem mentél el, valószínűleg elment. Szóval igazából tök mindegy, el kell, hogy higgyétek nekem, akkor is, ha nem igaz. Uh, szóval, ha jól tudom, akkor a Párnacsata podcast most már nem két hetente jelentkezik epizóddal, hanem hetente. Ez mennyire állat? Mert mint hogy ez így mennyire állat már. Meg egyébként ez egy, az egy tök, jó, tök jó podcast. Úgyhogy. Aki a témakörrel kapcsolatban érdeklődik, tehát nyilván nem Gamer Podcast. Az annak annak abszolút tudom ajánlani. Úgyhogy majd csekkoljátok le. Elérhető. A, mit tudom én hol. A, a, abban a nagyon menő podcast applikációban amit Viktor még sohasem használ, de Viki azt mondta rá, hogy nagyon menő, szóval abszolút elhiszem. Az új mérő felszerelése a napelemes rendszer készre jelentése után 4-8 munkanap, szóval akkor tuti nem lesz áram. Um, hogy mi? Mert mint 4-8 munkanapig nem lesz áram. Vel? Well. Azzal lennének is súlyim. Mármint csak azért, mert nem tudunk főzni, mert hogy még a tűzhelyünk is elektromos. Nem, annyi, amíg kimennek. Ó, oh, és akkor nem lesz áram, amikor kimennek. Jó, mondom, nem tudom, hogy most napelemet szerelnek e Őszintén szóval én úgy értettem, hogy most nem szerelnek napelemet a héten. De aztán behoztak tegnap egy hatalmas létrát. És a villanyóra szekrényt még én is felérem, szóval nem biztos, hogy kell hozzá egy hatalmas létre egyébként. Úgyhogy valószínűleg a létre az nem ehhez kell. Kisakos 25. Wow, az egy... Uh... Mégis, miért is ne? Akartam mondani, hogy egy fura, fura nick név választás, de, de igazából miért is ne? elkezdtem játszani olyan minecraft tal majd megláttam, hogy miket építesz, és valahogy annyi nekem, hát nehogy már attól annyi legyen, mert én a... Haló, tíz éve játszom a videójátékkal, és még így se vagyok benne jó. Nehogy már én vegyem el a kedved attól, hogy játszál a minecraft tal Minecraft is love, Minecraft is life. Pontosan azt építs, amihez neked kedved és tudásod van. Ha pedig szeretnél valami mást építeni, akkor a világ összes tutoriája van az interneted. De szerinted én ezeket fejből... Jó, ezt most arány a nagy részét fejből építem, de szerinted én ezt első alkalommal fejből építettem? Szerinted én találtam ki, hogy hogy álljanak ki ezek az üvegrudak? Vel, kitaláltam volna én is, de nem én találtam ki. Napelem vagy napkollektor? Jaj, Szeti, hagyjál meg Reggel 9 óra 21 van, nem teljesen mindegy. A... Dunno, melyikre van állami támogatás? BTV, mire jók az üvegrudak? Azok. Uh, azok uh, irányítják a reakciót. Így attól lesz creeper a pók helyett. Mert így nem tudnak pókok, uh, pókok spanolni. 9.21 valakinél már délelőtt? I don't give a flying fuck. Nálam nem az. Nálam a 9.21 reggel. És uh, azok, akiknek már délelőtt, azok teljesen nyugodtan megtanulhatják kezelni, hogy van, akinél reggel. Tudom, hogy mélységesen sért, és tudom, hogy mekkora hős vagy, hogy felkeltél 4 órakor, és előtte lefeküdtél tegnap este 8-kor, de van, aki nem ebben a napi rendben éli a mindennapjait. És ő teljesen pontosan ugyanúgy elnevezhetnek dolgokat. Nyilvánvalóan ez nem személyes sértésnek ellened megy, hanem nemes egyszerűséggel, csak más időben élnek. Hú! Én láttam a szőnyegeket használ. A igen, egyébként valahogy lehet szőnyegeket is, bár nem tudom, hogy a szőnyegeket hogyan lehet összehangolni a lemosós résszel. Szóval, hogy őszinte legyek, nekem az kérdéses. Jó, van ez a fa is kezd elfogyni, minden rendben lesz, srácok. Nem ússzuk, meg így se úgyse. Hogy fát... És ráadásul ez nagyon nehéz, ez tényleg nagyon nehéz lesz pótolni. Mármint, hogy nagyon kis mennyiségben tudjuk pótolni. Valószínűleg segít, ha nem kattintok félre kraftolás közben. Ahogy Munkában vagyok, akkor délelőtt, a szabad napon van reggel. Úristen, Isten káromlás, ráadásul lehet, hogy a a relatív valóságothoz igazítod a dolgot. Itt nem szabad. A napelem átalakítja a fényt elektromos energiával, a napkollektor vízmelegítésre veszi fel, napelem szeti, napelem. Akkor a napkollekt... De hogy ráadásul ez ilyen... Mármint tudom, hogy szuper edgyi vagyok ma, és egyébként tényleg az vagyok, tehát ezt most állapítottam meg, és elnézést mindenkit el. De Szeti, ebben az esetben, ha tudod... Hogy... Áramot kell hozzá alakítani. És a villanyórával kell dolgozni. És tudod, hogy felszerelnek valamit a tetőre, akkor teljesen véletlenül a napkollektor napelem kérdésed nem csak teljesen felesleges okoskodás? Egyébként nem aludtam jól, egy hete nem aludtam jól. Szeti nagyon csendben van. Éppen gépeli a választ. Vagy nincs már a streamnél. Napkollektor, az kis kell áram, csak nem kell adveszmérő. Szóval nem, nem az. De ez nekem egy kicsit az az érzésem szerint, hogy ugyanúgy az. Nekem egy kicsit az az érzésem, de tény és való, hogy írtál már. Oh, viszont ma már egyébként, tegnap, tegnapról, tegnapról mára már elképesztően jó idő volt. Szóval már nem is tudom, hogy miért nem tudtam elaludni este. Uh, de hogy nagyon-nagyon jó idő volt. Ilyen, ah oh, nagyon jó idő volt. És így nyitva van az ablak, és így hú. Lehet csillálni közben? Jaj, nagyon. Nagyon menő. Az lehet, hogy azt jelenti, hogy ma akár el is tudnánk menni. Sétálni? Ó, az mondjuk nagyon állat lenne, ha ma el tudnánk menni sétálni. Miért ne? Hát, hogyha stabilan, ma biztos, ha nem esik. Az eső az nem zavar. Mert, mint hogy, oké, okay, nem megyek el a gyerekkel sétálni, ha éppen esik de ha csak így lóg a lába, meg, meg nem a gyereknek, hanem az esőnek, meg így van rá esély, hogy majd essen, meg, meg mit tudom én, akkor, akkor el szoktam menni utána a víz ezen alapon, esetekben szó szerint egyébként. Fel vagyunk szerelve mindenféle dologgal arra az esetre, ha elkezdene leesni az eső, hogy eljussunk hazáig úgy, hogy a gyerkőc nem lesz vizes. Szóval a gyerek lába lóg. Hmm, well, az megváltoztat nagyon-nagyon sok mindent. Nem tudom pontosan mit, és nem tudom pontosan hogyan. De megváltoztat nagyon sok mindent. Egyébként, ha a gyerek alszik, amikor vinnénk sétálni, akkor nem szoktunk elmenni sétálni, mert a gyerek alszik sét a közben is, és nagyon fura lenne felkelteni azért, hogy áttegyük és aludjon máshol. Mi nem lakunk olyan messze Nifón, nem? Tegnap haza jött, jöttem haza a melóból, sétáltam át a Rákospatak felett és nem tudom eldönteni, hogy bedobták azt a hatalmas mennyiségű zöld hulladékot vagy feltorlódott, de sürgősen kell oda eső, mert megtelepszenek a szunyagok. Oké, okay, ez, annak ellenére, hogy így most, hogy végigolvastam az egész üzenetet, értem egyébként a komment logikáját, útközben egy kicsit, kicsit ilyen parkűr életérzés volt, mintha így ugrálnánk, ugrálnánk így jobbra-balra a gondolatmenetben, de amúgy abszolút, abszolút, abszolút értem végül is, hogy, hogy, hogy mi, mi zoom. Le lesz fedve egyébként, az volt a szala tetejére teszünk majd, a falait nem kell bezárni, tehát, hogy a, a falait nem kell bezárni, de a tetejére teszünk majd egy, egy, egy tetőt. Nem tudom pontosan mekkorát, szóval majd teszünk egy tetőt, azt megnézzük, mi történik. Aztán, ha módosítani kell, akkor teszünk egy másik tetőt. Nálunk esett valamennyi egyébként a napokban. Illetve, oké, okay, abban nem vagyok százszerzelékig biztos, hogy esett. Abban vagyok százszerzelékig biztos hogy dörgött. Ami azt jelenti, hogy valahol esett a közelben, azt nem jelenti feltétlenül, hogy nálunk esett. Szóval abban vagyok százszerzelékig biztos, hogy dörgött valamelyik nap. Ki is húztam a számítógépemen. Kéne egy túlfeszültségvédelmet. Na mindegy. Szóval, hogy ki is húztam a számítógépemen. Egykor esett. Na, hát akkor, srácok. És egyébként, szia, kurosi, ilyen korán? Mi történt? Átállt a tested a, a, a munkába járós felkelésre, és már elvesztetted a varázsképességedet, hogy olyan sokáig aludjál, ugye? Ez történt. Ó, szegény. Ezt csinálja egyébként a munka az ártatlan lelkekkel. betanításos nap, és mit csináltál a betanításos nappal? Ma van az. És szóval, hogy ma van a betanításos nap, és elfelejtetted, és elfelejtettél rá menni. Ó, ja, hogy nem szóltak, hogy betanításos nap van. Wow, az mennyire flash. Hát de hogy? Na, itt, hogy? Hello, van egy emberünk, akit éppen most veszünk fel. Szóljunk neki, hogy betanítás van? Ne, nem, ne fáradjunk. Ha valakinek nem kell, akkor neki. Ja, hogy reggel találta ki, ma így felkelt, így reggel, és így... Hmm. Ez egy gyönyörű nap arra, hogy valakit betanítsunk. Oké, okay, értem, abszolút. Oké, okay. eddig, uh, eddig volt fánk, és uh, a rossz az, hogy ez a kettő darab van extrában csak. Hmm. A felénél tartunk, ugye? Nem, kicsit túl vagyunk a felén a csokoládétoronynak, de hogy... Uh, Hát az a helyzet, hogy végül is tudjuk, hogy mit kell tenni. Valahol, valahol volt a közelben ilyen erdő. Emlékszik valaki, hogy hol volt a közelben ilyen erdő? Reggel van, megyek aludni. Jó éjszakát, Konor, és jó reggelt, Konor. Hmm. Nincs olyan nagyon sok rakétám. Baj. Valahol láttam a környéken ilyen. Hova tettem a rakétáimat? Creeper farm készül egyébként. Creeper, creeper farm készül teljesen pontosan. Öh, hogy legyen nagyon-nagyon sok rakétánk. Tehát, hogy ennyi. Szavazás! Te is megkívánod ilyenkor a fánkot? Az van, srácok, egyébként, hogy ti... Ö... Szóval, hogy ti mindig megkívánjátok ilyenkor a fánkot, amikor így, így a fánkról beszélek, vagy ilyesmi. És én, mint a aki éppen beszél a fánkról, én meg legkevésbé sem, mert egyébként nem szeretem a fánkot. Vagy tehát így értitek? Tehát, hogy oké, okay, nem azt mondom, hogy néha-néha nem... Bár őszintén szóval, szóval az a helyzet, hogy mondanám, hogy néha-néha eszek fánkot, de utoljára bátyámmal ettem fánkot, amikor még Magyarországon élt, szerintem akkor, amikor a GameStar-nál dolgoztam, ami mostanra lassan 7-8 év. Szóval, hogy összességében összefoglalhatjuk úgy, hogy, hogy nem, hogy nem szeretem a fánkot. Most csináltam 12 Fletchert, meg 8 Cleriket, akik xp Battle-t adnak. Who needs a Mob Farm. Hm. Ezek után biztos nem választunk meg következőnek vezérnek. Veszeti az a helyzet, hogy ez mindenkitől meggyőzőbb hangzana, mint tőled. Uh, ha jól emlékszem, nem te voltál az, akit gyakorlatilag ledomináltam az utolsó választáson, úgy, mintha konkrétan nem tudta volna senki a neved. Csak kérdezem. Lehet a válasz az, hogy nem, de hazugság lesz. Nem, az zseti volt. Ó, ez akkor olyan, mint... Mint egy úrcsány... Karácsony dolog. Na, szóval... Anyway, remélem mindenki örömmel hallja, hogy elméletileg a Gyurcsány Show volt az elmúlt időszak legdrágább politikai kampánya egész Európában, hanem az egész világon. Nem, egyébként szerintem csak egész Európában. Nem olvastam el a cikket, mert felhúztam már magamat ezen is. Szóval, ha esetleg valaki aggódott volna azon, hogy. Hogy esetleg nem olyan dologra költenék a, az adófizetői forintjainkat, ami abszolút Magyarország fejlődését szolgálja. Akkor uh, aggódjáló, yeah, no mert. Uh, mert minden, minden rendben van, és abszolút a lehető legjobb helyre megy a minden is. Egyébként annak ellenére, hogy én mindent megtettem, hogy kikapcsoljam ezeket a reklámokat. egy uh, Egy kicsit félek, mert. Uh, Szóval gyanúsan magas volt az előző havi bevétel, reklámbevétel. És nagyon-nagyon félek, hogy az van nálam is, mint mint Balázsnál, hogy nem sikerült. Amit gondolkodás nélkül játszanak a gyerekeknek is. Igen, az bizony gondolkodás nélkül játszák gyerekeknek is. Az a reklámkampány bizony egy nagyon-nagyon drága reklámkampány. Szóval, srácok, um, abszolút, abszolút minden legnagyobb rendben van. Teljesen, teljesen biztos, hogy idén is felkészülhetünk egy kifejezetten undorító... Um, ...választási kampányra. Hála, hála az égnek. Én már egyébként aggódtam is. És akkor nyilván erre lenne a megoldás, hogy... Hát nyilván kikapcsolhatom. Uh, persze, hogy kikapcsolhatom. Tehát, hogy nyilván, nyilván kikapcsolhatom, mert ugye nyilván független média, meg whatever. És már egy évvel a választás előtt tolják a hülyeségüket. Ki az Istennek van ezeken az idiótákon kívül pénz arra, hogy már egy évvel a választás előtt tolják a hülyeségüket? A ah, Istenem. Nekünk még, nekünk még Szetivel az új, a következő választás nagyon-nagyon messze van, úgyhogy ott még nem kell kampányolnom. Úgyhogy igazából ezek szerint, de lehet, hogy kéne. Egyébként sokkal közelebb volt ilyen fa, mint gondoltam, hogy lesz, úgyhogy sokkal, sokkal szerencsésebb a minden is. Mégiscsak jó az az adlocker. Ja, én nekem nyilván az a szerencsém, hogy nekem YouTube Premiumon van amúgy. Szóval én, én, én személy szerint azon kevesek között vagyok, aki nem találkozott ezzel a reklámmal, illetve ehhez hozzátartozik az is, hogy most már óriás plakáton is tolják a, a, a Na mindegy, szóval, hogy óriás plakáton is tolják a, a, belvárosban, meg a város több pontján, úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy minden legnagyobb rendben alakul. Ha esetleg valaki nem látta volna, akkor majd látja. Képzeld, hogy beszéltem tegnap Benedekkel a streamjén. Milyen Benedekre gondol? Emlegetett téged, hogy milyen jó volt nálad megcsinálni a regó... Ó, ó, oh, ó, oh, oh, oh! streamel? Hol? De Lampi lump streamel? What? Ha valaki lenne szíves belinkelni a csatornáját, de teszem azt most azonnal. Mert nem kell most azonnal, mert megkereshetitek előtte, ha szeretnétek. Aquila fotoblog. Hm. Oké, okay. egy pillanat ne haragudjatok foló -fo volnom kell, embert uh, Twitch-en. A, a Witcher Aquila fotóblog Valóban Oké, okay, mit szokott csinálni? Fogadjunk, hogy photoshop O, Ó, oh, de hangulatos a visszaszámlálóját, megáll az ész <coughs> És kalapja is <coughs> van Oké, okay, mert nincs, levettem <coughs> És magyaráz is miközben photoshop -ol. Hát én ezt nagyon élem Oké, okay. be van, mint egy foló volva. Művész gyerekek ilyenek ezek a kalapjaikban meg a minden. csak egy kis reklám? Ó, oh, apropó! Nyilván megint későn szólok. Uh, szerintem a Valorant elkezdett valami... Valorant elkezdett valami... Uh, Reklámkampányt. Mert hogy én, én most jelenleg mindenhol Valorant reklámokat látok, és elméletileg ez beszivároghatna akár is. Csak mondom. Bizony, bizony, bizony. Here comes the money. Twitch milliók. Csin, csin, csin. Jó, nyilván értitek, tehát mindenki tudja, hogy a, a 40 dollárról beszélek. Twitch milliók néven. A kalap művészét tesz. Vagy te teszed művészé a kalapot? Viszont ne felejtsétek el véletlenül sem, hogy van egyébként megoldás ö, a reklámokkal kapcsolatban, tehát ha, <laughs> ha szeretnéd támogatni is a munkámat, és nem találkozni reklámokkal, akkor természetesen 4,99-ért lehetőség van szabolni, amivel nem csak, hogy nem látsz reklámokat, ez dollárban értendő, vagy euróban, vagy áfát még rárakja, mindegy, valamit csinál. Nem csak nem kapsz, nem csak nem kapsz reklámokat, de kapsz szupermenő emótokat, hozzáférsz a Discord csatornánkhoz, ahol gyakorlatilag folyamatosan megy a beszélgetés, hihetetlen egyébként, imádom. Kivétel, amikor furcsa gifeket osztogatnak meg egymással, mert minthogy Igazából az is beszélgetés technikailag, szóval oké okay, oké, okay, olyankor is megy a beszélgetés. É, de, hogy, de hogy még hozzáférsz a Minecraft szerverünkhöz is, szóval az van, hogy ez gyakorlatilag a Twitch legjobb ajánlata. Tehát, hogy így lehet, lehet, lehet ezt szépíteni, meg, meg lehet persze van, akinek van fenszi mozgósemódja, de ez gyakorlatilag a Twitch legjobb ajánlata. És egyébként nem sokára forintban lehet feliratkozni, amitől rettegek, de ezt már beszéltük. Nem, igazából nem. Egyébként tényleg nem rettegek. Amit a bejelentették, hogy, hogy, hogy egy évig valamilyen supportrendszer van az alkotóknak, azóta egy alapvetően így jó. Kipróbáljuk, aztán majd meglátjuk, mi lesz. És egy év alatt gyakorlatilag bármi megtörténhet. Mondom, bármi. Szavazhat Szettire a következő szavazáson duplán? Teljesen kizárt. A... Ja, az teljesen kizárt. Tehát lehet, tehát, hogy vagy csak rám lehet duplán szavazni, vagy senkire. Ez a kettő opció, mi közül választhattak. Olyan, hogy Szetire lehet duplán szavazni, olyan nem fog történni. Az teljesen biztos. Az a, az a helyzet, hogy, hogy inkább dögöljön meg az én tehenem is, de Szeti nem élhet. Ne retteg, majd tartósan megoldjuk a pénzügyi helyzetet, kacsint, kacsint. Hm. Well, ez az a helyzet, hogy ez így elég creepy hangzik, de let's do that. <laughs> ameddig nincs, nincs az egyenletben szexuális szolgáltatás, addig lesz dúdát. Salakon én nagyon-nagyon szépen köszönöm a hét hónapot, nagyon, -nagyon király vagy, na meggyőztél. Miért van az az érzésem, hogy téged már régebben meggyőztelek? Na de ki mondta, hogy nincs benne olyan szolgáltatás? Hát én, az előbb. Hol? Milyen szavazás? Az a helyzet, hogy azt se értem, Szeti miért beszél róla, ugyanis még négy és fél év múlva lesz. Értitek? Négy és fél év múlva. Addigra háromszor kiöregszem ebből az egészből. Mondjuk Szeti négyszer, szóval ez a másik, ami miatt nem értem. De hogy, de hogy nem ez a lényeg. Atlon, nagyon szépen köszönöm a 15 hónapot, nagyon, nagyon király vagy. Milyen négy és fél év? Szeti, öt, megbeszéltük, hogy öt évente szavazunk, vagy négy, mert akkor három és fél, tök mindegy. Megmutatod a talmas gombákat a barátnődnek? Uh, Tassik a barátnője, gyere nézd a gombákat! <laughs> Jaj, ez egy uh, vicc lenni azzal kapcsolatban, hogy pont itt van, de nagyon rosszul lett előadva, szóval egedjük is el, tessék, gomba. Tada, 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 oh, várj, van ennél nagyobb gomba, de az lehet, hogy nem itt van, az lehet, hogy máshol, az lehet, hogy máshol láttam. Mert ugye a feje pont nekkor annak a gombának is, de hogy... Ó, oh, a te humorod jobb, az a legnagyobb választási hazugság, amit gyakorlatilag lehet mondani a legnagyobb választási hazugság. De, 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 őszintén szóval ennél még az is jobb lenne, ha azt mondanád, hogy te jobb minőségben tudsz streamelni. Holott az egy gyakorlatilag a tizede bárminek, ami használható. Nem csak streamre, hanem amúgy. Szia, hogy... Ó, remekül, köszönöm. Remekül, remekül fantasztikusan, csodás mesésen. Ez egy, ez egy nagyon jó nap. Ez egy nagyon-nagyon jó nap, ugyanis az a terv, kapaszkodjatok, szóval az a terv, hogy most délelőtt befejezzük a creeper farmot, utána ment a follow. Ó, uh, yeah! Uh, szóval utána uh, gyerkőt szözöm, ami szuper jó, mert most így nagyon, most, most éppen egy olyan időszakot élünk, amikor így nagyon-nagyon jól megvan. Tegnap képzeljétek el nevetet. Oh, így hangosan hahotázott. És még csak csikizni se kellett, érte? Mondjuk fura arcokat kellett vágni, meg, meg fura hangokat kiadni, de nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy csikizni nem kellett, szóval nem kellett fizikai agressziót használni ahhoz, hogy hangosan hahotázzon, ami szintén nagyon király, és aztán, ha a gyerkőc elalszik, kapaszkodjatok, lehet, hogy összeszerelem az új székemet. Ha nem alszik el, akkor nem szerelem össze az új székemet. De hogyha össze, ha elalszik, volt egy gyönkén. Ráadásul <laughs> ebben a percben. Ó, oh, képzeljétek el tegnap. Um, ja igen, és aztán este pedig sztár Júveli és sztárgyúvelivel zárni a hetet, az szerintem a legjobb dolgok egyike. Mármint, hogy sztárgyúvelivel zárni a hetet, az a legjobb dolgok egyike szerintem. Um, család, család is tök jól van, család is. Um, ajaj előválasztás a következő elnökségre. De miért lenne előválasztás három és fél évvel a választás előtt szeti? Ne ígessé már ki, visszajelsz a hatalmaddal, azt ugye tudod? Ráadásul rendszeresen, tehát nem csak most élsz vissza a hatalmaddal, hanem rendszeresen visszajelsz a hatalmaddal. Ó, oh, hogy asszony pajtás vezet. Jó, ja, akkor igazából az oké. Okay. Őre még én is szavaznék egyébként. Sokkal inkább, mint magamra. Oké, okay, szerintetek ez már elegendő fa? Szerintem ez már elegendő fa. Illetve ha nem elegendő a fa, akkor is vissza tudunk még jönni. És lehet, hogy mindezek felett még sétálni is el tudunk menni, ami ami különösen szuper király lenne egyébként. Te a harmadik helyen vagy. Ne mondod, hogy még te is megelőző összeti. Ó, oh, vagy van a gyerek. Szóval ez egy, ez egy jó nap, ez egy, de ez egy, abszolút, ez egy abszolút jó nap. Szerinted ezzel fel tudunk szállni? Áll. De, szeti a második. Csak azért szavaznak rád, mert mindenki tudja, hogy nincs súlya. Amint súlya lesz a szavazásnak, természetesen mindenki azonnal átgondolja az életét. Oh, nagyon jó, emlékeztek, amikor akartunk építeni valami magasat, hogy könnyebben haza találjak? Hát két legyet ütünk egy csapásra. A mondja, pajtásnak amúgy kicsit több, mint háromszor annyi szavazata van, mint Jó, ez, ja. Akkor igazából nem ment el teljesen a jó zeneszetek. Csak részben. Azt mondja, hogy pajtás 85, Szeti 27, 22, és 22, és 1-es 10. Egyébként, tehát hogy... Csak mondom, hogy amúgy Szeti a nagyoktól tanul, és bekavart egy halom pártat ebbe az egész szavazásba. Tehát, hogy... És gyakorlatilag nem a saját oldaláról, hanem az én oldalamról. Tásika, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot Edvinnek. Ez volt a 163. ajándékszabod, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Csak, 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 mondom, hogy nyilvánvalóan be kellett kavarni egy halom pártot, aki felvette a választásra a, a kampány támogatást, és szerintem valószínűleg soha többet nem látjuk őket. Soha, de soha többet nem látjuk őket. Baba stream húzó tartalom lenne, az biztos, bár nem lesz, de hogy amúgy biztos. Abszolút, abszolút egyetértek vele, hogy, hogy az lenne. Még egyébként ezt a sarkot, ahol dolgozom, ettől egy kicsit tart is. Itt, uh, itt többször megijedt már a gyerkőc, szóval nem nem annyira erőltetjük már, hogy ide behozzuk. Mondjuk itt nagyon, nagyon, nagyon sok a fény, meg sok a monitor. Um, szóval, hogy ja, ezt a részt itt annyira nem. Majd Contao vezérként megjelenek pár év múlva. Yes. És aztán vagyonokat keresel vele. Ó, Istenem, annyira... Annyira könnyű lenne ez az egész élet, ha nem lennének elvei az embernek. De hogy már mint Frankon, tehát hogy annyira, annyira könnyű lenne ez az egész élet, ha nem lennének elvei az embernek. És közben egyébként lenne esze. Ó, oh, és Kaveri Pod. Ó, uh, az mennyire menő. Hát az mennyire nagyon menő. Őket fogjuk rédelni, srácok, mindenki készüljön fel. Ő fog, őket fogjuk, őket fogjuk rédelni. Mert nyilván amikor végeztünk, tehát hogy nem, nem előbb, azért ott nem tartunk, annyira nem kedvelem egyiket sem, hogy abba hagyjam a Minecraft projektemet csak azért, hogy rédelhessem őket, de hogy egyébként, amikor eljön majd az ideje, akkor hozzájuk megyünk. Úgyhogy remélem addigra Kaveri beállítja a hangbeállításokat, vagy hát vagy Dave beállítja Kaverinek a hangbeállításokat, mert Kaveri nyilván nem, nem állítja be. Ha azok a régi szép idők, amikor Kaverivel videóztunk. Meddig vagyok? 11-15-ig. Legkésőbb, általában 11-ig vagyok pénteken, de ma, ma más egy kicsit a program, úgyhogy ma 11-15-ig, ami csak 15 perc, de értitek, 15 perc alatt ki lehet fordítani a sarkából a világot, vagy sarkaiból, vagy sarka. Szóval értitek, ki lehet fordítani az a lényeg. Hányan van még? Ó, oh, ugye végzünk. Én őszintén szóval a podcastet azt annyira nem nem néztem, szóval én azt így annyira nem. De hogy, hogy, hogy elébe mentek ennek az egész uh, podcast dolognak, mert akkoriban azért már voltak podcastek, de hogy ennek az igazi nagy podcast hullámnak, hogy elébe mentek? Aztán, amikor így Kaveri meglátta, hogy divatba jöttek a podcastek, akkor így hát akkor jó, itt az ideje abba is hagyni. Értitek, igazából csak nem csinált az ember olyat, ami már ennyire így. Ö... értitek? Elterjedt. Jó, nyilván nem ezem múlt egyébként a dolog, de hogy vicces azért belegondolni. Hogy csinálták before it was cool, de amikor már cool, akkor már nem csinálják. Mondjuk én is ezt csináltam a Minecraftal egy időben ez még nem igaz, mert az nem before it was cool, de hogy így az igazi felemelkedése előtt Minecraftoztam sokat, aztán egy ilyen hatalmas, hatalmas és sikeres időszakát azt így egy egybe kihagytam, mert akkor voltam éppen kiégve a retekbe a Minecraftból. tényleg ki voltam még váratekben a, a Minecraftból, szóval ott nem lehetett nagyon más csinálni. Képzeljétek el, úristen, Káveri a podcast hipster. Káveri nem csak podcast hipster. Káveri igazából a. Káveri igazából a. a konzervatív hipster. Mindent azelőtt csinál, hogy kullá válna. Hm. Szia elgondolkoztam, hogy kényecsen káveri egy ilyen ilyen pólót. De aztán rájöttem, hogy uh, nem vagyok én boomer, hogy pólót nyomtassak embereknek ajándékba, ami ráadásul csak szerintem vicces, és valószínűleg szerintem nem lesz az. Mert ő érzi a jövőt, csak nem szereti. <gül> <gül> Jaj, kezd az egész póló már csak valami dizájnt kell alkotnunk rá a konzervatív hipster, mert ő érzi a jövőt, csak nem szereti. Ezt <laughs> én sokkal nekem, ez sokkal jobban tetszik, mint az, az kéne, hogy tetszen. Szia Kikiri! Meddig toltátok Zsoltival? Vagy meddig toltad Zsolti nélkül? Hogy állsz a Tarkovban? Ez lenne a kérdésem lényege. Én még el, én, én még el se kezdtem. Éjfél körül már be is fejeztük. Azért kérdezem, mert Zsolti szerintem utoljára ilyen hajnali kettő, hajnali három körül volt Facebookon elérhető, és nyilván így megjelent előttem a, potenciála, potenciál, hogy így hajnali háromig veretitek a videójátékozást. ami azért egy ilyen elég, elég kemény move-nak tűnik a részedről. Főleg elég kemény move-nak tűnik 956-kor meg, vagy tűnnek ki. egyébként, ez már megcsinálható. Jó, de Zsolti mindig is tarkovozik. Hát az van egyébként, hogy Zsolti már ilyen tök jól lejött a Tarkovról, aztán most, de, de tényleg, tehát hogy így alapvetően Zsolti már tök jól lejött a Tarkovról, aztán boom, vibe és aztán így állt, hogy jó, hát akkor mindegy. És most olyan tempóban csúszik vissza a Tarkovra, hogy ö, hogy ihaja csuhalja. Tehát, hogy tegnap megjelent, tegnap volt, azt hiszem, tegnap a, a megjelent a barátnője a chaten, és így kérdezte, hogy most volt a vibe, és így mondta volt hogy most. Hát akkor most se találkozunk. És tudjátok, ez a... Ráadásul ezt is chaten, tehát ezt is a stream chaten beszélik meg. Aludni mondjuk csak kettőkor sikerült. Ó, oh, sajnálom. Jaj, nekünk is bele kéne. Az van, hogy félek egyébként, mert megint későn kezdtem, vagy megint nem kezdtem azonnal a vibe elején, és félek, hogy mire én is elkezdem, addigra már megint izé lesz megint mindenki a giga meg a hiperlézer fegyvereivel fog lövöldözni, meg állni fogok, mely lézer alatt azt értjük, hogy pontos, nem azt értjük, hogy fény, hogy fotonokat lő ki magából. Üm, és akkor mire én, mire én, eljutok oda, hogy elkezdjek játszani, bemegyek gyakorlatilag a kettőkor keltél, mert kettőkor keltél, és aztán visszafeküdtél, ugye? Kedvesen megkérdezte, hogy miért laksz sok a plafonra. Ez nagyon jó egyébként, nagyon... Uh... Abszolút minden elismerésem fantasztikusan ráérez arra, hogy mik a nagy kérdései ennek a videójátéknak. Ugyanis őszintén szóval én is azon gondolkozom, hogy miért rakok itt a plafonra. Mentségemre szóljon, hogy nem ezek, hogy ezek ilyen trapdoorok, és nem ezt a, tehát nem ezt a fajta trapdoort szerettem volna használni. Csak elfelejtettem, hogy ez a fajta trapdoor, az ez a fajta trapdoor. Oké, okay, ez most nem feltétlenül volt egyértelműen megmondva, hogy mi az Isten itt a happening, de hogy... Szóval nem ezt a fajtát szerettem volna. Áw! Még olyan közel volt! Jaj, olyan közel volt! Hát lehet ezen szerintetek repülni. Vel, ez nem sikerült. Ez pont a fókusz elvesztése, srácok, Ha va, Oké, okay, fogadjunk, hogy később fogom megkapni. Szóval ez pont a fókusz elvesztése? Ha vó, oh, gád, mi az ott? Ha valami a fókusz elvesztése, akkor az ez. Na, már megyek is. Oké, okay, következő lépés. Megépítjük a Killing Chambert. Jó, építsük meg a Killing Chambert. A... Chamber, Chamber, Killing Chamber. Um, Harry Pottert szeretnék nézni. De nyár van. Nyáron nem szabad Harry Pottert nézni. Akkor miért nézni meg karácsonykor Harry Potter? Hogy nézném meg a Harry Pottert? Nem is nézünk semmit soha. Um, mi? Hogy kell kraftolni, srácok? A tábor tábortüzet. Kérdezi a tíz éve aktívan videójátékozó Gergely Viktor. Hoppá. Szénröng bot. Oké, okay, de hogy a kéket a szolszendel kell csinálni, nem? De. Ó, oh, pont kilenc. Véletlen volna? I don't think so. Tíz év vérprofessionális főállású Minecraft videójátékozás in action. Um, Süssed már ki ezeket, ne légy rest. Nem a restet szerettem volna mondani először, csak aztán rájöttem, hogy ez egy uh, csahad-bahát stream. Miért kell kék? Mert szép. Uh, meg már dupla annyit sebez, mint a nem kék. Valamelyike közül a kettő közül, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy melyik. Emlékeztek, amikor itt megépítettem ezt a folytatást, ami, ami túl lóg? Nem volt életem ötletem. Dupla annyit, szerintem dupla annyit sebez egyébként. Gyorsabban halnak meg a lábas fejűek tőle. That is the trick. The tricky trick. The tricky tricky trick. annyira jó a scaffolding, annyira nagyon jó, hogy ez bekerült a játékba, hogy elmondani is tudom, mennyire nagyon jó. Ezt megcsináltam volna fordított rendben is egyébként, de végül is mindegy. 1.8-ban játszottam utoljára ezzel a csodás játékban. Ö, játékkal. Mert mint a, az 1.8? Igen, ez már nem olyan. Yes. Nem akartam én ezt... Nem akartam én ezt... De! Ez hogy sikerült ide építenem, srácok? Ezt egyen följebb akartuk építeni. Szerintetek fog ez okozni végtelen mennyiségű kellemetlenséget, és lejjebb kell majd raknunk? Én ezt az egészet egy blokkal feljebb szerettem volna rakni. Jó reggelt, Csiki, hogy ment a meeting? Ja, ez valószínűleg okoz majd végtelen mennyiségű kellemetlenséget. Ah, shoot, nyilván, a, nyilván azt a központi részt kell elrontani, ami 6 millió blokk kiavítani. Most már így marad. Azért én elgondolkozom rajta, hogy a vizes részt lejjebb lehetne rakni, és akkor lejjebb lehetne rakni a killing chamber és lejjebb lehetne rakni, tehát hogy Inkább az alját raknám lejjebb. Mint a tetejét feljebb. Ezt gondolom mindenki egyetért. Nem, szerintem azt fogjuk csinálni egyébként, srácok, hogy... Azt fogjuk csinálni, hogy kipróbáljuk így. Nem tudom, Flo, hogy miről beszélsz. Mert hogy nem, nem teljesen értem, hogy miről beszélsz. Kipróbáljuk így, megnézzük, mennyire okoz problémát. Öhm. És utána, ha kell, akkor lejjebb rakjuk. Igen, Hát, vagy lejjebb tudjuk rakni most azonnal. Hogyhogy hogy, hogy tűzön középen? Hát sebzi a ráérkező jó embereket, akik ezt esetben creeperek, de érted, jókattal még. A legegyszerűbb az lenne, ha most azonnal arrébb raknánk. Az ég meg téged is, Viktor. Amikor már azt hiszed, hogy minden jól megy, és aztán nyilván nem megy minden jól, és aztán a nem megy minden jól alatt azt kell érteni, hogy semmi sem megy jól. Jó, de hogy azért azt is érzitek, hogy az sem lenne annyira jó megoldás, hogyha készen lennénk ma mindenképpen, csak közben nem lenne ideális a szerkezet. Mármint értitek, tehát hogy, hogy az készen, készen, léte az, hogy közben, közben nem jó a cucc. Nem, segítek, nem, az nem készen lét. Let me tell you Oké, okay, van két vizünk. Van egy halom blokkunk. Eltűnt két hopperünk. Nyilván gondolom, mondanom se kell. Öm, jó. Szóval az a flow, hogy a tábortűz az egy olyan killing mechanika, amin áthúz egy sima hopper, és nem kell szenvednünk azzal, hogy megpróbáljunk kialakítani dupla, ö, tehát hogy, hogy kialakítsunk olyan rendszereket, hogy ö, Oh, hogy Minecraft, Hopper áthúzza, megcsinálja. Szóval ez így, ez egy ilyen viszonylag viszonylag egyszerű rendszer. Most ugye az van, hogy nem akarunk belőle XP farmot, és nem is akarnék creeperekkel valószínűleg soha XP farmot. Szóval... Uh... Szóval egy ilyen viszonylag kézenfekvő dolog, és ima tábortűz is sebez, amúgy nyilván de hogy a kék tábortűz sokkal többet sebez, és vagy egy kétszer annyit, ami ugye sokkal több. Tehát, hogy sokkal gyorsabban hal meg mindenki, akinek meg kell halnia. És rá a tábor ez egy fontos rész, mert nem hal meg mindenki, akinek meg kell halnia. De hogy aki rajta van. És utána meg ugye nyilván a hopper simán összeszedi, ami meg nyilván tök jó. Jó, ezt az egész gyűjtő részt, ezt gyorsan arrébb fogjuk tudni rakni, na. Ezt gyorsan, gyorsan arrébb rakjuk aztán. Uk, muk, mehetünk is tovább. Mennyi időnk van még? Van még egy óránk. Ő, oké. Okay. Mármint, hogy van még egy óránk, az rengeteg idős rácok. Az alatt a világon mindent is befejezünk. Szedjed már gyorsabban azokat a blokkokat, pretty please. Hát nincs nekem erre időm. Ó, hogy te közben kurosi, te már mész befel a munkahelyedre. Azt hittem, hogy te ilyen, te ilyen lelkileg teljesen kiegyensúlyozott gyerek vagy, akit felhív a főnöke, hogy be kéne menni még a mai nap folyamán. És, és erre az a reakciója, hogy leül streamet nézni, mert nem mondta a főnökös sietni kell. Csináltam egy hagyományos leeső XP farmot, ha egyedül vagyok, működik. De ha feljönnek a haverok, már nem működik. Ez miért lehet? Ha feljönnek a haverok, és ott vannak melletted, vagy ha feljönnek a haverok, és, és csinálják a dolgokat. Mert valószínűleg mobcap, ugyanis a mobcap az a szerveren az összes játékosra összesítettem vonatkozik. Tehát ha ők teljesen máshol vannak, É, akkor ugye ott megint vannak újabb barlangok, meg minden ilyesmi, és valószínűleg egyszer eléritek a mopkapet. Fogsz szerezni a ne Drájtot? Nem bálint, de csak azért, mert megkérdezted. Terveztem egyébként, köszönöm szépen, ezzel most tönkretetted az egész hardcore sorozatot. Soha nem lehetünk most már annyira erősek, mint amennyire erősek lehetnénk. Nagyon szomorú vagyok. De szomorú vagyok, de teljesen biztos vagyok benne, hogy téged ez nem zavar. És ettől még szomorú vagyok. Egyébként igen, tervezek. Sőt, ha találunk, kidobjuk. Igen. Hát most már nem lehet más csinálni. Tehát, hogy most már sem is nem tettünk mást. Ha találunk, ki kell dobnunk. Hát tudod, ugyanígy fogjuk azt is kidobni. Csak mondom. Nem, ő nem az a Bálint. Ha az a Bálint lett volna, akkor egyszerűen beírta volna, hogy keres, ne dörájtot. Szóval, ahogy rendesen is válaszoljak a kérdésedre, egyébként uh, fogunk Nedorájtot keresni, és jelenleg ez a farm azért készül, hogy legyen sok-sok TNT-nk, és sokkal egyszerűbb és gyorsabb legyen Nedorájtot keresni. Ja, tényleg nem is, nem is az ominózus Bálint nem is azt írná be, hogy keressek, hanem azt, hogy hogyan keressek. Teljesen pontosan leírással. Pedig egy mining stream jobb lett volna. De ágya könnyebb. A, az van egyébként, hogy tökre örülök, hogy így ezeket a beszélgetéseket le tudjuk futtatni automatikusan. Tehát, hogy nem, nem igazán kell gyakorlatban senkinek ténylegesen leírnia, hogy de a könnyebb, mert valaki viccből le fogja írni, hogy ágyja a könnyebb, és akkor így gyakorlatilag tovább lendülhetünk anélkül, hogy nekem érdemben reagálnom kéne rá. Miért kéne keresnünk gyémántot? Hát annyi gyémántunk van, mint égen a csillag. Mert annyi gyémántunk egyébként tényleg lehet, itt nincs annyira sok csillag. Miért keresnél ilyen dolgokat, ha utána úgyis eldobod? Hm, ez egy nagyon jó kérdés. Öm... Oké, ez nem jó. Ennek meg kell maradni, hogy a közepe jó helyen maradjon. Lelkesedés ide vagy oda. Oké. Okay. Kicsit reménykedem benne, hogy másrészt már nem kell újraépítenünk. Én csak így értitek, így alapvetően. Ui! Nincs rajtam a szárny, rajtam van a szárny. Hú, egy pillanatra megijedtem, hogy elindult. Na gyere ide! Olyat kapsz, hogy a fal adja másikat. Jó van, te is gyere ide, na! Pár epizóddal korábban jössz, akkor lehet, hogy még meggyógyítunk. Most már nem gyógyítunk meg. Oh boy! Majdnem öngyilkosságot követett el a videójáték velem. Követtetett el a videójáték velem. Szaladtam megütni a zombit, az beszpanolt elém egy Iron Golem. Ne, most már lehet, hogy... Ó, milyen szépen ki vagy öltözve. Nagyon szép. Lendült már a kard. Lendült már a kard, de még pont elkaptam. A tasika, ezt most lehet, hogy nem kattintom le. Héten volt a főnökömmel meetingem és azt mondta, hogy a csapatban én vagyok az egyik legkeményebben dolgozó ember. Vagyis legalizálta a streamnézést munkaidőben. Ez az egyik. A másik, hogy erre nyilvánvalóan gondolom az volt a válasz, hogy ebben az esetben. -tudja, gond Tudja ő is, hogy mivel lehet honorálni a kemény munkát. Fizetésemeléssel, nem pizzapartival. Fizetésemeléssel. Vagy, ami még jobb, fizetésemeléssel és pizzapartival. Valószínűleg mindenkinek ezt mondja, ezt te nem vagy nagy bizalommal az emberek irányába, ugye? Ó, annál sokkal durvább kérésem lesz hozzá. Hoddogpart? Ó, oh, ne, a hoddogpart nagyon félreértető kifejezés, ezt inkább ki sem mondtam. Angol szerződés a magyar helyett. Ööö, miért az angol szerződés az miben? Mert mint hogy az, hogy szeretnél kiköltözni Angliába, úgy angol szerződés, vagy úgy angol szerződés, hogy nem tudom, angolul legyen, az, az szerző Nem, ez egy hülye kérdés, ugye? Ja, ez egy hülye kérdésnek tűnik. Inkább fel se teszem. Um, anyway. Szóval, ha én vagyok a legkeményebben dolgozó ember a csapatban, akkor kérlek engedd meg, hogy kilépjek belőle! Valaki megmondhatja, hogy miért van nálam egy adag teljesen felesleges. Vagy miért van nálam egy teljesen felesleges ásó. Kiköltözni, de jelenleg a fizetésem az angol minimálbér fölött van kicsivel, és kint nem minimálbért fizetnek. Hát fizetnének? Hát nem. Hát nem. Én mi nagyon-nagyon egy egyébként. Nagyon, nagyon, nagyon drukkalak. Abszolút, abszolút. Remélem, hogy, remélem, hogy összejön. Viszont mindig vannak teljesen felesleges cuccok. My life. Látnád a stúdiómat egyébként. De hogy már mint Frankon. Látnád a stúdiómat. Ó, oh, uh, jelenleg a fizetésem az angol minimálbér fele fölött van, kicsivel. Ó, oh, ja, hogy. Ó, uh, oh, oh, hogy kihagytam egy egész felét a mondatból, vagy kihagytam a mondat felét. Ja, az egy. Uh, az egy jelentősebb, jelentősebb fizetésemelésnek tűnik. Ezt nem teljesen így terveztem, de nem haltunk meg. Képzeld, tegnap megjött az, hogy Pajtás színepi ajándéka. Melletted van. Miért? Majd nem felolvastam, hogy mi a színepi ajándéka, úgyhogy melletted van. Vagy ő is tud már róla? Holy vaka, már, mint az a szülinapi ajándéka? Ilyen kis modell kiadásban vagy ilyen? oh, oké. Okay. Oké, okay. hű. Hú. Mármint, hogy... Oké, okay. legó, Oké, okay, cool. nyilván érted a... Nyilván abszolút. Ja, én is így hirtelen, egy real. Oké, okay, viktor szétesett fejben. Fókusz, Viktor, fókusz. Teljesen leoffolt ez a dolog. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7, 8, jó. nézd, alap, alapvetően az is egy gyönyörű szünepő endék. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Már mint az eredeti. A Lego szerintem szebb, de hogy... Nincs már melletted? Ah, oké. Okay. Jó, hú. Hát ilyet egyébként ne csinálj, hát ne olvastas már fel a születésnapi ajándékát. Én meg itt félek, hogy melletted van. 4, 5, 6, 7, 8. Hát majdnem megijedtem, hogy itt elspóilolom a fant. Valorant reklámtime! time! S látszok? Elegetek van a cséből? Szeretnétek magic csét játszani? Hát itt az alkalom. Ö, ennyit tudok a Valorantról. Különböző hírók, dolgok, tingik, teamplay, play, vásárlás, skinek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I hear you A ah, Viktor csak álmodozott. Ebben az esetben teljesen feleslegesen toltam a reklam szöveget, ugye? Jani, nagyon szépen köszönöm a donation -t. Hello, képzeld, ma megyek állásinterjúra, remélem sikerül, ha meg lesz, akkor helpdeskes leszek számítástechnikában. ne, én drukkolok, ne, drukkolok, hajrá, és remélem, hogy sikerül. Volt egy fülem, olyan hangos ez a reklám. Na, no name ninja kapott reklámot, srácok. Ő már tudja, hogy a Valorant miért, ne, miért, miért Magic J. vagy hogy működik a Magic Chain. Soha, az a helyzet egyébként, hogy még Early Access-ben szereztem hozzáférést a Valoranthoz, és azóta se játszottam vele egyszer sem. Valamikor kéne vele játszani. De hogy közben meg egy porcikám se kívánja, szóval valószínűleg nem kéne vele játszani. De lehet, hogy vicces lenne. Közben lehet, hogy nem lenne vicces. Ne akarja játszani, szerintem se. Osztán méfló. Óvézni kéne. Ja, lehet, hogy óvézni kéne inkább. Most ezen a héten az óvé már nem, nem jön össze, de öff, jövő héten a annyi mindent szeretett, hogy tarkovozni is kéne jövő héten, Overwatchozni is kéne jövő héten. Az OV jobb. Hát ez teljesen egyértelmű, hogy az OV jobb. Mert varázs Ah, A saját fegyveremet fordítod ellenem. Nagyon ötletes. Nagyon ötletes. Azt kell, hogy mondjam. Sotozni is kéne, tényleg. Sotozni. Állítólag kijavították már a bagot uh, egyébként. Szóval, sotozni is kéne. Hű, a jövő hetet nem lesz egyszerű össze Főleg úgy egyébként, hogy lehet, hogy a Tarkovot délelőtre kéne rakni, és nem estére. Van elég erős gépet, told őket egyszerre. Sztárgyúzni is kéne. csipkatona Csip nem jövő héten fog összejönni. De hogy ott még abból tervezünk még egy streamet egyébként. Mennyi időnk van még? Oké, okay, van még. Speed. I am speed. I am speed. Napi három stream elég lenne mindenre, de hogy is csak egy ideig. Az, tehát, hogy az van, hogy a tome, érted, napi három lenne a stream, attól még előbb vagy utóbb. Uh... Szóval előbb vagy utóbb az lenne elég. Emlékeztek, amikor még azt hittük, hogy a napi kettő stream elég lesz mindenre? Emlékeztek, amikor még a nap, a, a heti kettő, ket, heti, heti négy stream elég volt mindenre? Emlékeztek ti ezekre? Na mert mondjuk erre én se speciálisan, de hogy nem ez a lényeg. Csip játékot hányan lehet multizni? Négyen. Négyen lehet multizni a csipkatonás játékot. Azt hiszem. Ó, és lehet, hogy 8 a múltét, igen. Szeti kimondta maga: Csipkatonás játék. Igen, az a játék, amiben uh, ilyen, katona, tehát, ilyen akciófigurákat alakítunk, és a játékok támadó hullámait kell visszaverni. Az olimpia is vicces volt, az biztos, az a stream az biztos, hogy vicces volt. Az állítóság, hogy az olimpia, olimpiai streamnek, a streamnek, arra talán ez az egyetlen egy dolog, amit lehet mondani. Tehát hogy, 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 hú boy, de mondjuk annak a streamnek a végére sikerült, ö, sikerült összehoznom egy aranyat. Szóval, hú akkor viszont a sikának ez most spoiler volt. Igen, szóval, hogy ez a stream az elsősorban vicces volt. Nagyon-nagyon más nem feltétlenül tudod felmutatni. Hát egyedül azért a gódom mert ez az egyetlen egy izgalom abban. A... Hát egyébként nem az, abban a streamben a küzdelmet megtoltuk erősen, mintha a valódi olimpián lennénk. Mintha a valódi olimpián lettünk volna, csak úgy, hogy nem döntöttük el, hogy milyen sporttal fogunk kezdeni, mielőtt kiutaztunk. Tudom, hogy ez egy fura szituáció, de hogy, de hogy ez történt gyakorlatilag. Úgy voltunk valódi olimpián, hogy nem döntöttük el, hogy melyik játék, melyik sportban akarunk indulni. És ezért a szervezők voltak olyan aranyosak, és engedtek minket indulni mindenben. Leraktam az összes könyv, és úgyhogy ilyen sarkot nem csináltam meg. Fura olimpikon lennél te. Tudom, ez a középső nevem. Gergely fura olimpikon, Viktor. Ö, így is, is nagyon fura olimpikon lennék egyébként. Ez milyen játék és mikor volt? A 2020-as Tokiói olimpiának a hivatalos videójátéka. M Maga a játék egyébként nem, 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 nem tűnik ki magas jónak. Ó, és nem is riportoltam le. Pedig a kell is riportolhattam volna. Jó-jó-jó, leriportolom ma-holnap. Holnap után. Leriportolom ma. Csináltam belőle streamet. A forgalmazó volt olyan aranyos, hogy elküldje, akkor az a minimum, hogy kitöltöm a kis táblázatot a riportál. Gagyi, mondjuk ki. É, igen. Igen, az a helyzet, hogy gagyi, főleg a BMX. A BMX nagyon gagyi. Hú, a BMX nagyon. Viszont most még jobban várom a Riders Republicot, ami egy ilyen bűnös, bűnös öröm lesz az életemben. Na, kiavítottuk a hibánkat viszonylag gyorsan, ami azt jelenti, hogy ami hátra van, az végig a vizezés, illetve az elektronika meg elkészítésem. Ahol oh, meg a killing chamber újra megépítése nyilván. Nyilván. Hurdur, húrdúr. Uh, nincs nem elég hopper. Nincs nem elég hopper. Hol vannak vele a hopperek? Oké. Okay. Ebben az esetben. Így, ugye? Aha. Hmm. Ha ez egy alarrébb ment, az létezik, hogy akkor ez nem középen van? Nem, középen kell lennie. Középen van. A vízió szóval középen kell lennie, ez nem igaz, mert az egész lemosó rendszer lehet eltalódva és akkor a víz jó marad, csak a toronyhoz képest nincs jó helyen. De hogy most esetünkben, esetünkben jó helyen van. Akkor furál, nem, nem tudom, hogy akkor ez miért alakulhatott így egyébként. Oké, okay, és tábortüzek. Hova tette Viktor vajon a tábortüzeket? Hova tette Viktor a tábortüzeket? Well... Emlékszik valaki, hova tettem a tábor tüzeket? Oh no. Oh, lehet, hogy ezt... Oh, lehet, hogy ezt nem ütöttem ki. Viktor, stay focus! Fejszével üzöttem és azon nincsen széktács. Vaj, vannak újabb szuper királyok kinéző tábor tüzeink. Nagyon durva egyébként, kell most sem az eu És ugye mindenki mondja, hogy az EU ez sokkal egyszerűbb, mint a KRESZ. Uh, ami egyébként simán lehet, hogy a számon kérésnél így is van, de hogy olyan szinten idegel ki a világból az EU-nek az anyaga, a, a képzési, képzési, anyag, a kérdések, tehát amikor így jön egy kérdés, két kép, és el kell döntened, melyiket használod a sebellátásakor, és így az egyik képen, mit tudom én, van egy kötés, ami nyilvánvalóan tudom, hogy ezt várják, a másik képen egy zseblámpa. És így nem lehetett volna egy olyan képet oda tenni, amit teljesen biztos, hogy nem használunk? Tehát, hogy, mert mint. Értem, értem, hogy alapvetően nyilván a kötés, de hogy sötétben, amikor nincsen nincsen semmilyen világításod, akkor mégis mi az Istent? Mégis mi az Istent használná, hanem egy zseblámpát? És így értem, hogy mi a kérdés. És nagyon sokszor van egyébként az, hogy értem, mi a kérdés, és tudom, hogy mit akartok válasznak, de hogy ezt annyival jobban meg lehetne kérdezni. De annyival jobban meg lehetne kérdezni. Kedvenc kérdésem, ö, ilyen vérzősebb, és így mi az első segély célja? A vérzés elállítása, a véráramlás fenntartása. És így tudom, hogy arra gondoltok, hogy amikor azt a szívmasszázsos pumpálós dolgot csináljuk, az a véráramlás fenntartása, mert azt hívjátok annak, de hogy nyilvánvalóan azért szeretnénk a vérzést elállítani, hogy fenntartsuk a véráramlást. És így... Szóval, hogy tudom, hogy mit szeretnétek hallani válasznak, be is tudom nyilván kattintani, hogy mit szeretnétek válasznak. De közben olyan marha nehéz lett volna nem idiótán feltenni ezeket a kérdéseket. Meg volt egy feladat, amilyen teljesen, teljesen felesleges egyébként. A szintén a sebellátás, és az általuk kitalált piktogramokat kellett összekötni a sebellátás különböző paramétereivel. És tudjátok, hogy nyilván ennek az a célja, hogy elmélyítse a tudást a, a sebellátással kapcsolatban. Oké, okay, tökre örülök neki. De közben nem lehetett volna ezt valahogy úgy megcsinálni, hogy ne. Csak és kizárólag arra legyen jó, hogy elmélyítse ezt a tudást. Mert hogy az ő piktogramjainak felismerése, amiket ők kitalálnak, az pontosan nulla, az nulla helyen lesz hasznos az életemben. Jaj, nagyon jön. Nagyon idegesít. Az, az asztalba esett lányos videó volt? Mert nem, még az asztalba esett lányos videó nem volt, de már így is ilyen videók voltak, amikkel kikaparom az agyam. Nem. A másik fajta kő Nem. Az a ez a kő kellett. Cobblestone kellett, bocsánat. Na mindegy, szóval, hogy így nem, nem tudom, nem, valahogy így, és közben az is igaz, és azt sem szabad egyébként, tehát hogy azért azt sem szabad letagadnom, hogy, hogy azért tényleg sokkal többet tudok az egészségügyi ellátásról, mint eddig tudtam. Ami viszont szerintem inkább az eddigi tudásomat jellemzi, nem a jelenlegit. De hogy tény és, tény való egyébként, hogy sokkal többet tudok. Az enchantert használtad már, vagy csak dísznek van? Hasz, használtam már. Nem fura ez a kérdés. oh, több half lenne. oh, no, még meg kell csinálnunk a half tetőt is. Mindegy. Globeriz, jaj, a egyébként. És elmetek lehet, lehet növeszteni. Azt hiszem, így kell. Ebbe itt nem vagyok teljesen biztos, de azt hiszem, ja azt hiszem, mondjuk.

Olyan fura, hogy mikor Viktor koncentrálja, ja, én is mindig meglepődök egyébként, ha azon, ha véletlenül sikerül koncentrálnom. És nem, ö, nem, nem beszélek folyamatosan. Ez baj. Ennél azért sokkal-sokkal több. Valaki tudja, hogy mennyit kell kilógni ennek a cuccnak? Ó, oh, megint nem olvastam végig valamit. Viktor koncentrálj, rögtön és telefonra nézek. Lefagyott a stream, mert nem vagyok hozzászokva, hogy csendben van. Ja, ja, ja. Nem olvastam végig, de ettől függetlenül egész jól betippeltem, hogy mi lesz a mondat vége. Csak mondom. jó. Oké, okay, szóval so, uh, túl megyünk mondjuk tízzel. nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot vityapettyának. Uh, Vitya Petyának. király vagy, köszönöm szépen. Vitya Petya használd egészséggel az elképesztően király mótáinkat. No, ez akkor itt meg lenne, és most jön ez a rész, hogy csinálunk, mondjuk. Hmm. Kell az az ajándék, átállt nekem, átállt egyébként. Innen még tíz. Egy, kettő, három, négy, öt. 8, 9, 10. Szerinted ezek kellenek-e korának lennie? Illetve a másik kérdés, hogy négyzetet rakjunk-e vagy nem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um. Három, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, itt fel, hogy ez még mindig jó. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7, 8, 9, 10. Well az van srácok, hogy ez nem. Ez nem lesz kevés blokk. Kérdés, hogy mennyi kövünk van. Lehet, hogy szednünk kell majd még követ. Lehet, hogy az a csúszás, amit össze sikerül szednünk, az a lejjebb építés miatt, amiatt nem fogjuk tudni befejezni. Olyan, mintha ilyen képregényes stílusban lenne egyébként a közepe megrajzolva, mert ugye annyira erősek a, a... Speed. I am. Speed. Speed. És most éppen tolatásban, Speed. Huh. Anyway. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. És akkor viszont a másik oldal is rossz. Ja, vonjál is leszeti egy belebeszélést, még akkor is, ha igazad volt. Sőt, tudod mit? Ezért főleg vonjál belebeszélést. Ezért főleg, főleg vonjál le belebeszélést. Ha nem lett volna igazad, még talán egyezkedhettünk volna. Legjobb az lenne, ha rögtön kettőt vonnál le. Szia, tényleg gratulálunk a vizsgához, nén király. Mennyi van még? Senki nem számolja, senki nem ellenőrzi. Nyilván a világ összes, összes belebeszélnékje, meg van még neki. 18, persze, az össze tokja a 18. Ki hiszi azt, a te, hogy 18? Énként elhiszem, hogy 18, mert nagyon sokat kaptam. Creeper farm, creeper farm. Gád Viktor, ez a hang, azt hittem a fejesemnek van baja. Well, honnan tudod, hogy nem? A főnököt szoktuk fejesnek hívni, én nem vagyok igazából a főnököt, de akár mondhatnánk azt is, ami azt jelenti szigorúan véve, hogy technikailag a fejesednek van baja. Oh, Szettinek van fagyja! Ezért kérnék egy badumcs. Igazatok van. Közigazgatási alapvizsga menő pont olyan dolognak hangzik, ami ilyen rendkívül fájdalmasan sok információt kell hozzá tudni. Mert ez a pazarlás ebben nem fér bele, csak mondom. Ennyire erre ma nincs időnk. Szintén csak mondom. Mennyi az idő? 47, akkor azt jelenti, hogy egy kicsit kevesebb, mint fél óránk van arra, hogy befejezzük ezt a tetőt. Ha kell, akkor pótoljuk hozzá a nyersanyagot. És berakjuk a vizes vödröket mindenhova. Ahhoz, hogy sikeresnek tekinthessük ezt a streamet, és ezzel egyetemben sikeresnek tekinthessük ezt a hetet. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, akkor ezek közül valamelyik nem... Ó, oh, és még a spam terület, vagy a az afkolós területet még meg se csináltuk. Oh no, oh no, na-na-na, na-na-na-na, mondjuk az afkolós terület nem lesz túl gondolva, de nem ez a lényeg. Szomorú szamuráim. Miért érzem azt, hogy kicsúszant a kezünk közül a remény. Attól függ egyébként, hogy kell, -e, kell -e pótolni a követ, vagy nem kell pótolni. Szerintem ha kell pótolni a követ, akkor nem akkor esélytelen. Már pedig valószínűleg pótolni kell követ. Mondjuk hazakat, azokat ott összeszedném... Ah, lehet, hogy ez nem... Lehet, hogy ez nem éri meg annyira, mert hogy ez nem sok kő. Creeper farm épül egyébként. Éppen creeper farm épül, készül, szépül. És nagyon-nagyon szerettem volna a mai nap folyamán befejezni, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez... Uh ez megtörténik. Mert nyilván elsősorban azért nem vagyok benne biztos, hogy megtörténik, mert... Mert gyakorlatilag folyamatosan eszembe jutnak még tételek, amiket meg kell építeni. Ami ugye nyilvánvalóan nem teszi feltétlenül annyira könnyűvé a dolgokat. Ó, három darab smooth stone. Retain a cut it, matey. Milyen elven fog működni? Leszpannolnak a creeperek és megöljük őket. Szia Velfek, hogy vagy? Hogy megy a lábadozás? És a, és a vibe? Anyaszintű vagy? hogy, hogy haladsz? Szerintem a milyen elven fog működni kérdésre, a választ egyértelműen látszik. Tehát hogy azért, azért nem kapott erre valódi választ, mert, mert szerintem teljesen, teljesen tehát hogyha, ha, ha vár egy pillanatot, hogy valamikor akár félig, meddig rálátsz, ráláthasson a, a farmra, akkor teljesen egyértelműen látható, hogy működik. A, a szortírozása az lehet, hogy nem, de egyébként szerintem a szortírozása is. Egész jól megy a lábozás már megyünk állatkertbe, 12-es vagyok, és a skev karmám már koronás, tudom irányítani a bosszokat is, micsoda? Oda mész egy bosszhoz és, és hogy lett koronás? Hogyan lehet ennyire jóba lenni a skevekkel? Azt tudom, hogy nem szabad megölni őket, mert az viszi le, de mi viszi fel? Ú, azért mondjuk, ha tudod irányítani a bosszokat, azért az egy elég, az egy elég heavy metal dolog. Olyan skevplayertől összekömerő már skevet. Mi is így vártad, hogy valaki öljön egy skevet és akkor így meheteted lábbalol? Te vagy a bosszúálló, álló, a skevek megmentője, az igazi boss. Uh, Tarkov, Escape from Tarkov. Most volt Vipe és a Vipe-al behoztak egy új játékmanikát amiben nézik a kapcsolatodat a helyi erőkkel, amikor te is ilyen helyi erő vagy, mindegy, ezt most nyilván nehezebb lenne ennél részletesebben elmondani azoknak, akik esetleg teszem, azt nem ismerik a játékot, és... És ez, ez ilyen fura, mert hogy ez ugye kicsit ellenem egy azoknak a reflexeknek, amiket eddig kiépítettek a játékosok. Megvártam, míg rálőnek Zsoltira, vagy kikire? Ah oké okay. Elfogyott a kövünk És vagy a szerencsénk Oké okay, akkor nagyon gyorsan leszaladunk és megpróbálunk Szuper gyorsan szerezni követ Well, szuper gyorsnak, szuper gyors volt. Nem feltétlenül mondanám, hogy a legjobb módszer. Köszi, Kovács, a csírt. 53 van, még 15 percünk. Hát nagyon jól kell taktikáznunk akkor. Ah, oh, és ki kell szednünk egy halomkövet. Elhullani látszik a remény. Elhullani látszik a remény. Szia, tank! Mi a helyzet, hogy telik a nap? Fázis, hát leesnek a creeperek nyilván. most erre egy lemosó rendszert használunk egyébként, ami föntről observer blokkokkal és dispenserekkel működik, tehát hogy föntről indítunk egy observer blokkkal egy jelet, az kiadja a jelet az alatta lévő dispensernek, ami kiadja a vizet, amit érzékel az alatta lévő observer blokk, ami kiadja a jelet, ami miatt a következő kiadja a vizet, és így megy lesz szépen az egész, és aztán egy adott idő után pedig megy egy, egy újabb jel arra, hogy vegyék vissza a vizet. És ezt, ezt megfelelően lassan kell csinálni, ahhoz nyilvánvalóan, hogy hogy legyen ideje lemosódni a creeperöknek, és a mosódások között pedig legyen ideje újra spawnolni a creepereknek. Tehát, hogy így ez, ez, ez jelenleg a trükk. És még nincsenek berakva a vizek, illetve nincsen lefedve az egész szerkezet. Haladunk már a lefedéssel is egyébként, de nem haladunk olyan jól, mint szeretnék. Valószínűleg egyébként sikerült volna sétagalóban megcsinálni ma, csak észrevettem, hogy egy blokkkal feljebb építettem valamit, amit szerettem volna, és ezt meg szerettem volna megjavítani. Üm, valószínűleg ez így jobb lesz egyébként, mert így nem fognak tudni beakadni ott a creeperek annyira. Nem tudom, hogy egyébként be tudtak volna akadni, de szerintem ez a biztos. A későbbiekben sokkal nehezebb leállítani kivilágítani az egészet újra, hogy ugye építés közben ne essenek a nyakamra random creeperek. Úgyhogy szerintem, ez a, szerintem ez a jó döntés, vagy ez volt a jó döntés. Végül is asszonypajtásnak most konkrétan féltől van megbeszélése, szóval ott még egy picit tudunk játszani egy pár perccel, ha azon múlik a dolog, csak nem szeretnék feltétlenül. Get in there. És most jelenleg éppen a lefedéshez kevés a kő. Tehát, hogy most, most, éppen azért csináljuk, mert kevés a kő. Krisztály, nagyon, nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon, -nagyon vagy. Öm... és nagyon szívesen. És ugye nyilvánvalóan a spawn területet meg olyan limitációkkal láttuk el, ami nem zavarja a, az összegyűjtést és a megsemmisítést, de a creeperen kívül minden másnak zavarja azt, hogy spanoljon. És emiatt ugye nem tud más, mert hogy ugyanez a design, ugyanez a torony, ez gyakorlatilag bármilyen span, bármilyen mobfarm lehetne. Tehát, hogy bármilyen, bármilyen mobfarm lehetne, ez. Ez most specifikusan át van alakítva, mert jobban van szükségem a creeperekből a gunpowderre, mint a zombikból a bármire. Egyébként mondjuk lehetne creeper és pók farm, azért az se, az se egy annyira rossz dolog, csak a pókokra sincs annyira szükség igazából. Tehát hogy sokkal, sokkal limitáltabban van szükség a... a pókok dropjára is, mint mondjuk creeperek dropjára, de azt például simán el tudnám képzelni, hogy mondjuk építünk egymás mellé négy ilyet. Öm. Négy ilyen oszlopot, ami egyébként amúgy is növeli a, a kapacitást. Öm. Szerintetek ez így elég? Vajon? Szóval, hogy egymás mellé építünk négy darab oszlopot, és abból mondjuk egyet meghagyunk olyannak, hogy pókokat is termeljen. És mondjuk három csak creeperöket. Vagy mondjuk egyet meghagyunk úgy, hogy csak pókokat termeljen, egyet meghagyunk úgy, hogy mindent termeljen. Szóval, hogy lehetne, szerintem lehetne ezzel játszani. De hogy még nem csináltam olyan dizájnt, amiben ezzel játszunk, mert például nem tudom, hogy az a megsemmisítő, ami jó a creeperek ellen, az jó a pókok ellen. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a pókok ott benne maradnak. Oké, okay, szóval itt ennél a lapisnál van valahol egy... Uh, egy Slime Chunk. Good to know. Uh, <laughs> oh, Istenem, na ezt felvisszük és most ennyivel megpróbálkozunk és hogyha nem elég, akkor majd csinálunk valamit. Nem ezt kerested a múltkor sokáig? De lehet. Lehetséges, hogy ezt kerestem a múltkor sokáig. Jó, csak nehéz lejuttatni őket. Hát igen, sokkal nehezebb, mint a creepereket. Megnéztem a helyet, hát nem biztató, itt elég lesz helyettesíteni. Oh, oké. Okay. Hát de ezt is tudod kuros és legalább, legalább így megnézegetted a dolgot jól. Haller utca 9. kerület Jaj nekem ugye a Haller utca annyira nincs így előttem De hát oda akkor jól be kellett utaznod Mondjuk ez az alapvetően nem annyira nehezen De, de azért be kellett utaznod így hirtelen Na pakoljad Viktor Fókuszálj, fókuszálj és pakold be fogjuk tudni még fejezni. Csak ezt a két, ezt a két szakaszt kell itt megcsinálni. Ó, oh, ezt a három szakaszt kell itt megcsinálnunk. És aztán csak le kell raknunk tíz darab vödröt. 10 darab vödröt pedig lerakni, legkevésbé sem nehéz. Sőt, tíz darab vödröt lerakni kifejezetten könnyű. Végig megyünk, lepakoljuk a vödröket. Oké, okay, szerintem ez, hogyha ha van elég kövünk, és egy kicsit kitoljuk a streamet, akkor akár még lehet is elegendő. Időnk a dologra. Vonat és 24-es. Ja, 85 éves, hofi Géza. Ó, oké. Okay. Vagy. Hofi, ő már. ő elhúnyt már, vagy ő még lenne. Igen, tehát lenne, ugye? Oh, hogy így is írta Robin, csak meg én nem tudok olvasni, nyilván. Jó, oké, okay, Robin jól írta, én nem tudok olvasni, mehetünk tovább. Elhunyt. Ah. Oh. Mondjuk a lennéből már... Szóval a lennéből már kiderült. Pedig egyébként ő most folytathatná a munkásságát, by the way. Lenne valószínűleg megint miről beszélnie. folytatni, ugyanazok a szövegek mehetnének. Hát, ez folytatás. By, by definition. Régi sulin felé megyek. Uras, te hova jártál egyébként? Vagy, vagy az nem 17. kerületi? Az ott kell, hogy le tudjunk mászni, meg fel tudjunk mászni, meg mit tudom én. Oké, okay, már csak egy negyed van hátra. A telekibe. Aha. Speed. I am speed. Egyébként az a helyzet, hogy három perc alatt lefettük a felét. Szóval lehet, hogy így jók is vagyunk. Ah, az, ott, az ott viszont lehet, hogy. Ja, ez itt túl, messzi, túl messze van. De kell még egy sor, hogy ezt gyorsan és könnyedén tudjuk építeni. Aztán a víz magától kiszedi majd a fákjákat, szóval, hogy elméletileg azzal már nem lesz probléma. Vagy nem kéne, hogy probléma legyen. Oké, okay. és akkor utolsó szakasz. Utolsó etap a tetőben, srácok, hát lehet, hogy sikerül. A koncentrálsz persze, hogy rövid idő alatt megvagy. Azt még kell rögtön belerúgni a földön fekvőbe? Hát I mean, really? Hát mit ártottam én neked? Jó, mondjuk azért ezt beláthatjuk, hogy a kontentem nagy részen nem az, hogy koncentrálok, és nem az, hogy gyorsan meg vagyok valamivel. Ezért is vagyok teljesen biztos benne, hogyha én nem streamelnék, akkor valószínűleg azért sokkal több dolgot megépítenék adott idő alatt. Mert hogy ugye mi általában beszélgetünk, szaladgálunk, Oké, okay. utolsó et a... Oh, szóval egy content tekintetében nem tesz olyan jót a koncentrálás, mint, mint építés tekintetében. Ó, nézzétek! Már is működik. Ott a creeperek. Jó, ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy működik. És azért lesz majd, azért lesz majd a, a mi a, afkoló helyünk magasan, hogy a talajon spanoló dolgok ne zavarjanak be. De, That, that's the trick. The tricky trick. Kész! Oké. Okay. Vizes vödrök. Ja, a vizes jönnek most. Sziasztok, Vivi! Mi a helyzet? Hogy telik az igazi szabadság a nyári szünetben? That's nice. Akkor ezt ne csináljuk. Hogy lelőtt egyébként az a, az a csontváz a cuccról? Hát nem érezem, hogy tyúúúúúú Azt már zuhanunk is Jó, mindegy Hello, melyiket táltam út te? -e? Akkor megint te adod át a helyed Hogy te állt el olyan magasról? Fenn volt a... Fenn volt a cuccon, tehát nem, nem... Nem lentről lőtt ki fentre Hanem... hanem fent volt Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. vödör Oké, ezt egy kicsit sok vödör, de nem ez a lényeg Az a 16 az elegendő uh, van-e nálam annyi hely? Nincsen, de van nálam egy csomó cucc ami nem kell Oké, okay, így már van annyi hely. Hogy lehetett fent? Szerintem olyan, vagy a valamelyik területen spanolt, vagy felsétált. Itt nincs neked tele az inventorid meg? Jaj, nem mondod, hogy erre is csináltál egy kommandot. Oké, okay, kicsit mintha sok zombi a helyeken, az én ízlésemnek legalábbis, egy, kettő, három, négy, öt, hat. Oké, okay. szerintem így jó kis... Ah! <tosz> de megijedtem hirtelen. Jaj Istenem, de megijedtem hirtelen. Mert itt hála az égnek két zombi nem tud megölni, de hogy a csónak mindig kell. A csónak mindig kell, mert bármikor akarhatunk közlekedni, és a csónak a közlekedésünk középpontja. Egy csúnya ez a kő. Csak mondom. Nem fogok vele semmit csinálni, de mondom, hogy egyébként csúnya a kő. Bizony, hogy creeper farmok készülnek. Olyan creeper farmok készülnek, hogy... Pff, creepy creeper farmok. Abba csak reménykedek, hogy nem hagyok ki egyetlen egy emeletet se, de szerintem azzal, hogy nem ereszkedek annyira le, azzal ezt elmetek orvosolnom kéne. Szerencsére nem négy vödör kell egy emelethez. Nem, és szerintem ez azt is eredményező, és stabilabban fog működni. És innentől már csak az a kérdés, hogy eltaláltam a méreteket, meg tudjátok az ilyeneket. De nem, ez nyilván eltaláltam, hogy ne találtam volna el, én ne találtam volna el. Hogy gondoljátok? És ezzel elméletileg meg is vagyunk. Oké, okay. van mindenhol víz, mindenhol jónak tűnik a víz. Lemosta a fákját, eltűnt. Azok bizony creeperek. Sulkraftos az eredeti design, igen. Mondjuk elég sokan csináltak erről a dizájnt, szóval. Nem vagyunk még készen. Oké, okay, még egyelőre a pozíciója miatt nem nagyon jó a dropjaink. Egyébként azt gondolkozom, hogy a cicás design is működ Tehát, hogyha minden emeletre teszünk egy cicát, akkor akár az is működhetne. Oké. Okay. Kell ez. Kell ez. És nem tudom, viszünk egy ajtót, vagy valami. Um. Kell ez, kell mondjuk ez, és mondjuk kell valami ajtó kell. mondjuk visszük ezt, tök mindegy. Most nem biztos, hogy ez lesz a végleges dolog. Nem, erre nem fog tudni, de. De ne csináljuk már ezt egymással? I have you covered. Rájöttem, hogy mi a baj egyébként. Kixmaster, nagyon, -nagyon szépen köszönöm a hat hónapot, nagyon -nagy Sziasztok, jó szörök az kívánok mindenkinek, végre fél éves vagyok. Így, így, nagyon, -nagyon szépen köszönöm. Oké, okay, hány blokk magasra tesszük? Ja, azt akarom megnézni. Azért, azért, azért próbálok feljutni, hogy azt megnézzem. Vel? Well, mennyire jó lenne ezt nem úgy csinálni, amit most fogok csinálni, hogy közben... Uh, működik a rendszer. Mi baj történhetne? Hát, vannak tipjeim, hogy mi baj történhetne a dologgal. Bár elmehetek most Most, hogy itt vagyok, így nem nagyon kéne termelnie. Tudsz-e telefonossal? A Windows 10-es verzióval tudsz telefonossal játszani, a jávással nem. Jó, ez meg lenne. Next. Oké, okay, F3... Öööööö... Euh, 1984... 2446 plusz... 2, 2448. 2448. Ó, oh, és az is érdekel, hogy milyen magasságban vagyunk. Mondjuk itt. 90 nem vagyunk, akkor mondjuk lejjebb számolhatunk belőle egy tizet talán és onnan kéne, tehát akkor 80 plusz 100, a 180, 205. Mondjuk, legyen 205 mondjuk a, az, ahova építjük a, Vagy mondjuk lehet 200 kereken. Szerintem a 200-zal kereken már jónak kéne lennünk. Most az, hogy 205 vagy 200, az nem vagyok benne biztos, hogy nagyon számít. No, 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 kicsit kihúzzuk ezt az időt, jó lesz. A a, az vagy az afkoló terület, az nem nagy. Tehát, hogy az ilyen, az öt blokkas csá. Oh, that's a shame. 205. Oké, okay, ez melyik tud bemenni? Hova kene? 2400. 48 Aha. Nagyon jó Oké okay. Ez valahogy máshogy ennek a bloknak kéne konkrétan lennie a az afkolásunk helyszínének talán. az létezik? Ja, nekem úgy tűnik, hogy létezik. Jó, 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 sietek, sietek! No. Bár, yep. Oh, Istenem, Viktor. Te fejed lenni sem egyszerű. Jag är Zaito Fura. Szerintetek erre le tudunk szállni szárnyal? Oké, okay. elméletileg, ha itt tavkolunk, akkor. Uh... Oké, okay. ha nem tudunk leszállni rá szárnyal. Well, ez baj? Na mindegy. Oké, okay. honnan fogjuk ezt megtudni, hogy működik-e közben a szerkezet? Jobban. Valószínűleg onnan, hogy gyárte. Valószínűleg onnan, hogy gyárte. Igen, onnan fogjuk megtudni, hogy gyárt-e. Oké, okay. szóval, tudunk erre szállni? Szárnyal. Megyünk egy kört, És most meg fogunk lesz rá. Hm. Nem volt rossz. Ezt hogy majdnem meghaltam a végén. De hogy amúgy, jó, egy kicsit meg, kicsit nagyobbra alakítjuk majd. Hm. Technikailag ez lesz szállás. Uh... <síl> És akkor a következő kérdés az az, hogy termel -e egyáltalán a hatacára én. Leszállás a becsapódás nem ugyanaz. De, 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 de. Az például már egy fantasztikus jel, hogy már vannak creeperek rajta. Kicsit félekedt el az elhelyezéstől egyébként. Úrig vakamúli, ezt látjátok, hogy mi történik itt? Wow, wow, wow! Hát ja, ilyen tekintetben emeltek a víz, ez egy nyilván egyszerűbb lett volna. Oké, okay, hát arra majd valamit. Vel, well, ez lehet, hogy ez egy hiba volt. Na mindegy. Vel, well, technikailag az már is két stack puskapor, ami gyakorlatilag több, mint bármelyik puskaporunk, ami eddig volt. Nem számít szerintem a látótávolság a spamban, amúgy. Na, viszont most már megyünk. Méghozzá úgy megyünk, hogy, hogy én, én nafkolok fánt. A mob-kebben számít a látótávolság? Oké okay. <Szor> Jó, én ebben nem bízom meg, ebben az ajtóban. Bár egyébként ebben meg kéne, hogy bízzak. Nem spannolhat semmi, nem jöhet be semmi. Na. Uh, én a mondó vagyok, srácok, hogy minden a legnagyobb rendben van. Minden is a legnagyobb rendben van. És ezennel én ezt... A tetejére tud, nem? Nem, tettem rá a szlabet. Az üvegre nem tud szerintem. Uh, én ezt ezennel késznek tekintem, oké, okay, az, hogy elérhetőbbé legyen, valahogy szépen elérhető legyen az, ahol a termelt, az még nem. Na mindegy, nem ez a lényeg. Uh, mennünk kell. Úgyhogy uh, én ezt el, én ezt késznek tekintem, működőképesnek tekintem, és uh, húzzatok uh, DV-hez a podcast, podcast, történik. Nagyon, szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Nagyon, nagyon élveztem ezt a mai streamet, hogy így be kell fejezni időre, ez így izgivétette a dolgokat, és, és végül nagyjából sikerült időben befejeznünk a dolgokat. Nyilván nagyjából. Tehát, hogy azért ez így, szóval, hogy nyilván nagyjából. De értitek, nem ez a lényeg következőre hatkor találkozunk még hozzá valószínűleg Star Jewelivel, Hunterrel és Vikivel szinte biztosan, de még nem írtam nekik a mai update-re, hogy biztos, hogy biztos, hogy biztos. Szóval, hogy ez majd kiderül, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy valószínűleg hatkor Star de biztos, hogy lesz hatkor stream. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, igyatok sok folyadékot, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!